Spektrum Home magazinban folytatjuk anyák napi műsorunkat. Hernár Judit pszichológussal beszélgetünk arról, hogy anyának születni kell, vagy anyává válik valaki. Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. Én azért nyilván személyesen is én magam nem váltam anyává, de ott voltam egy anyává válás során, és sok ismerési körben sok anyát láttam, hogy azért ez nem feltétlenül mindig könnyű váltás, mert azért egy óriási felelősség szakad hirtelen rá az anyára. Szakterületként, hogy élitek ezt meg, mennyire nehéz ez a nőknek általában ez a váltás? Igen, ezt jó, hogy mondtad, hogy ugye nem mindannyian vagyunk édesanyák, de mégis a életünk első pillanatában ez meghatározó, mert ugye az édesanyánkkal találkozunk legelőször. Ugye az első időkben rajta keresztül tapasztaljuk meg a világot, ő segít minket abba, hogy minél több mindent megtanuljunk, hogy nyitottak legyünk, tehát gyakorlatilag a anyukánk szűrőjén keresztül tapasztaljuk meg a világot, és fedezzük fel. És igen, ez az anyává válás folyamata, ez kicsit olyan misztikusnak is tűnhet, mert ugye sokan azt gondolják, hogy amikor már a szívünk alatt hordjuk a gyereket, már akkor ugye megkezdődik ez a folyamat tulajdonképpen, ugye elindulnak olyan hormonális változások a szervezetünkbe, amik már kifejezetten az anyaságra kezdenek minket felkészíteni. És ugye amikor megszületik a gyermekünk, akkor úgy sokan várjuk ezt az aha érzést, hogy akkor ez így mikor jön, mikor tör ránk, hogy úristen, anya lettem, anya vagyok, és sokan megijednek ettől, hogy ez azért nem mindig jön az első pillanatban, ugye ez nagyban függ a szüléstől, a szülés élményektől, hogy ott mi történik, hogy hogyan tudunk először találkozni a gyermekkel, milyen körülmények között ezek mennyire érzelmileg túlfűtöttek, de azt szoktuk erre mondani, hogy ennek érdemes időt hagyni. Tehát szép lassan mindenki előbb-utóbb beletanul ebbe a dologba, és megérkeznek ezek az anyai érzések, csak várni kell egy kicsit rá. Én nekem az a kérdésem, hogy szerinted fel lehet erre készülni, de úgy őszintén? Valamelyes szintig nyilván utána lehet olvasni a dolgoknak, tehát ugye most már annyi minden áll a rendelkezésünkre, többféle helyekről, fórumokról lehet tájékozódni az anyaságról, de hogyha saját tapasztalatot kellene mondanom, vagy akik hozzám szoktak fordulni anyukák, azért ez menet közben alakul ki igazából. Igen, tehát, hogy én is ez annyira egy újdonság, egy nőnek az életében, ez annyira egy ilyen határterület, egy teljesen új életszakasz, hogy ugye nyilván olvasunk róla, beszélgetünk róla édesanyánkkal, barátnőnkkel, ismerőseinkkel, akik már ezen adott esetben túl vannak, de ugye amikor saját magunk találkozunk ezzel az élménnyel, azért az a meghatározó és az a intenzív. Meg talán pont ez a gond, hogy sokszor van, amiatt, hogy sokat olvastunk, sok mindenkivel beszéltünk, van a fejébe a leendő anyának egy elgondolás, hogy na majd ő milyen anya lesz, hogy fog ez működni, és egyáltalán nem biztos, hogy úgy működik, meg azt érzi, hogy a társadalom részéről van egy elvárás, hú, egy anyának ilyennek vagy olyannak kell lenni, és akkor azért néha, ha nem érzi ez belülről, ez komoly problémákat tud okozni. Hát ugye van ez a szülés utáni szorongás, gondolom, hogy ennek is köze van ehhez, hogy esetleg azt érzi az anya, hogy ő nem elég jó, nem jól tölti be ezt a szerepet. Hát szerintem ez az alapanyai működés, hogy folyamatosan azt érezd, hogy te nem vagy elég jó anya, de hogy szerintem ennek az az oka, hogy ugye rengeteg elvárás van, nem csak a társadalom részéről, hanem magunk felé is rengeteg elvárást támasztunk, pont úgy akarom csinálni az anyukám, mint ahogy az én anyukám csinálta, egészen másképp szeretném csinálni, mint ahogy az én anyukám csinálta, az én gyerekem ilyen legyen, olyan legyen, én ilyen legyek, vagy olyan legyek, úgyhogy én magamban azt fogalmaztam meg, és nem tudom, hogy szakmailag ezzel egyetértesz, de az egyetlen módja annak, hogy felkészüljön az ember az anyaságra, az, hogyha az önismereti útján valahol olyan helyen jár már, hogy tisztában van önmagával, mert hogyha az ember azt tudja, hogy ő kicsoda, és ő hogyan tud ebben a szerepben létezni, akkor talán jobban fogja úgy csinálni, ahogy az neki jó, mert azért ez nagyon fontos lenne, hogy ugye ne csak a gyereknek legyen jó, hanem az anyának is legyen jó, és talán mi már abban a korban élünk, amikor ezt így ki lehet mondani, mert talán az én anyukám még nem ebben a korban élt, amikor számított az, hogy neki ez mennyire jó. Igen, ugye a hozott mintákkal dolgozunk mindannyian, tehát amit megtapasztaltunk a családunkba, az édesanyánktól, a nagymamánktól, vagy a rokonainktól, ugye azokból a mintákból építkezünk, amiből aztán nyilván a környezet egy idő után alakít rajtunk, meg a saját személyiségünk is ebbe közrejátszik, de azért leginkább ezekhez a mintákhoz szoktunk visszanyúlni, és valóban, ahogy említetted, ugye régebben erre gyakorlatilag, mikor szült egy kismama, akkor egy egész családi apparátus volt körülötte, tehát ugye ott volt az édesanya, a nagymama, a nagynénik, és gyakorlatilag nekik csak
az volt a feladatuk, hogy a babával törődjenek, ugye segítettek neki, megfőztek, esetleg rendbe rakták a lakást, és én azt gondolom, hogy valahol ez úgy rendjén is volt, mert tényleg az első időkben egy édesanyának nagyon-nagyon sok energiájába kerül, hogy egyáltalán így, ahogy te is mondod, megtalálja magát ebbe az anyai szerepbe úgy, hogy az neki is komfortos legyen, megismerje a gyermekét, mert ugye minden gyermek más, tehát ugye ez egy első gyereknél ez egy nagyon nagy csoda és egy nagyon nagy újdonság élmény, de akár második, harmadik gyereknél is, mert ugye a gyermekek teljesen eltérnek. Úgyhogy különbség lehet gyerek és gyerek van, között. Tehát más, ami az egyik gyereknél bevált és jól működött, az másik gyereknél lehet, hogy egyáltalán nem így van. Úgyhogy igen, ezek így fontos dolgok, hogy támogassuk az anyukákat ebbe. Tehát egyrészt abba is, hogy az önismeret útján el tudjanak indulni, és hogy meg tudják élni ezt a szerepet úgy, hogy igazán ők is jól érezzék magukat benne, mert ugye a gyerek csak akkor fog tudni boldogan és jól fejlődni, hogyha egy olyan édesanyával áll kapcsolatba, aki maga is jól érzi magát a bőrében. Mi a jó hozzáállás? Mert nyilván, minden, mint ahogy mondtad, minden gyerek más, minden anya más, de mégis mi az a hozzáállás, amit érdemes megpróbálni fölvenni ahhoz, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen ez az anyává válási folyamat? Ugye az első időkben azért a piciknek nagyon nagy szükségük van a testi kontaktusra, tehát hogy ez egy ilyen, sokszor hallok én is olyanokat, hogy ugye elkapatjuk a gyereket, vagy elkényeztetjük, hogyha felkapdossuk, vagy reagálunk a jelzéseire. Ugye egy kisbaba a kezdeti időkben még nem tud másként jelezni, csak sírással, tehát hogyha valami diszkomfort érzete van, fázik, éhes, bármi problémája van, ezt másképp nem tudja jelezni. És ugye ezzel a testkontaktussal sokat tud egy édesanya, vagy akár egy édesapa, vagy egy nagymama is segíteni, hogy ez a biztonságérzet kialakuljon a gyerekbe. És én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes figyelni, tanulni a gyermeknek a reakcióit, hogy ő milyen típusú, tehát hogy mi az, ami nála beválik, mi az, ami neki jól esik, és egy idő után teljesen jól rá lehet erre érezni, tehát meg lehet tanulni gyakorlatilag a saját gyerekünket, és úgy sokkal könnyebb az együttlét, meg az együttélés. Utolsó kérdésre van már csak idő, engem az érdekelne, mert szerintem ez is egy olyan dolog, ami néha tabu lehet, hogy mi van akkor, hogyha egy édesanyja teherként éli meg az anyaságát eleinte? Ilyen is előfordul, mert ugye tehát a szüléskor olyan régebbi feldolgozatlan traumáink is előjöhetnek, amire adott esetben nem is számítunk, vagy nem is gondoltunk volna. Tehát nem mindegy, hogy a szülés hogy sikerül, ugye, hogy az édesanyja eltervezte, sikerült-e úgy kivitelezni, hogy sikerült ez a dolog, ugye ezek mind rányomhatják a bélyegét, vagy hát még az is, hogy a kezdeti időkben mennyi energiája van az édesanyának pihenni, önmagára odafigyelni. De aludni például, igen, hogy igen, ez lehet egy édes teher, mert hogyha nem alszik a gyerek, akármennyire imádom egy idő után, az álmatlanságtól vagyunk rá, hogy oda koncentráljunk. Tehát én azt tudom mondani, hogy nyugodtan merjük igénybe venni a környezetnek, a családnak, a barátainknak, a párunknak a segítségét, mert azzal mi is csak többek leszünk, és tényleg arra tudunk koncentrálni, ami a kezdeti időkben a feladatunk. Köszönjük szépen, hát azt hiszem, hogy sajnos még erről nyilván nagyon sokáig tudnánk beszélni, de köszönjük szépen, ennyire volt időnk.